a Dombovári Karatesuli Egyesületnél jártunk. A járvány nehezebb időszaka után most kezd beindulni az élet az edzőteremben. Az eddigi otthoni gyakorlatokat felváltotta a csoportos edzés. Hát a járvány az nálunk is éreztette hatását, csak úgy, mint hazánkban. Ugye körülbelül 3 hónapig teljes leállás volt, ez a létesítmény is zárva volt, tehát nem lehetett edzéseket tartani, és hát mindenki várta jó szerencsét, hogy előbb-utóbb talán akkor visszatér az élet, és hát körülbelül ez a mai nap az, amikor már mondhatjuk azt, hogy visszatért az élet ebbe a sportcsarnokba. Eddig a kezdőknek nem volt edzés, a picikéknek. A május 7-én kezdtük el ilyen csökkentett feltételekkel az edzéseket, 1,5-2 méteres távolságba, inkább technikai edzéseket tartottunk, fizikai dolgokat gyakoroltunk, nyújtásokat végeztünk, de az egésznek a savaborsa, tehát a páros gyakorlatokat eddig nem tudtuk gyakorolni, hát majd ezek után. Illetőleg ezt a 3 hónapot úgy próbáltuk átvészelni, hogy minden versenyzőnek, középhaladónak volt egy edzés terve, az alapján megvolt, hogy kinek mi az adagja, milyen futás feladatai vannak, milyen fizikai erősítés feladatai vannak, illetőleg minden középhaladó és haladó gyereket elláttunk felszerelésekkel, akár kézi súlyzókat, akár csuklóra szerelhető súlyzókkal, akár ütőpárnákkal, amit otthon, pontkesztyűkkel, amit otthon a szülőkkel, testvérekkel együtt tudtak használni és gyakorolni, hogy legalább ne kelljen teljesen előről kezdeni, tehát próbáltunk arra figyelni, hogy a fizikai kondíciót azt megőrizzék a gyerekek, és hogyha ez biztosítva van, akkor utána már könnyebb azért visszatérni a rendes kerékvágásba. Az Egyesület nagy múltra tekint vissza. A mára már olimpiai sportággá váló karate Dombováron 1975 óta van jelen. A Dombovári Karatesuli Egyesületnek, hogyha a gyökereit próbálnánk keresni, akkor 1975-ig vissza kellene menni az időbe. Akkor tájt került be Európába a karatesport, és néhány évvel korábban Magyarországra is, és az első egyesületek között Dombováron is lehetett már karatézni. Akkor az akkori birkózó edző Györe István, Györe Pista bácsi volt az, aki a birkózás mellett kedvet érzett arra, hogy erről a távol-keleti karatesportról is itt helyi szinten valamilyen oktatásokat, edzéseket próbáljon szervezni. Jó magam, kicsit később, 1980-ban kerültem a Pista bácsihoz, tehát az idei évben lesz október 31-én, kereken 40 éve, hogy elkezdtem ezt a sportot. Nekem nagyon tetszik, valahol én is ott a középtájon foglaltam helyet, tehát nem voltam a legjobb, de a szorgalmam az itt tartott, és most éppen én viszem a lángot, a stafétabotot, vagy mindegy, hogy fogalmazunk itt az Egyesület élén. Pista bácsitól 2005-ben vettük át az Egyesületnek a vezetését, Rizsányi Attila barátommal. A sportolók 2006-ban alapítottak egyesületet, amely már kisiskolás kortól várja a keleti kultúra szerelmeseit. Hozzánk egyébként a legproblémásabb gyerekeket szokták hozni, akikkel már otthon nem bírnak a szülők vagy a tanárok, és akkor van egy ajánló levél volt, hogy a pszichológus azt küldte el a gyereket ide karatézni, és 90%-ban, aki, illetve nem is 90%-ban, tehát aki megmarad 1-2 évet, az biztos, hogy fog fejlődni a magatartása, biztos, hogy fog fejlődni a tanulmány eredménye. Jó magam egyébként jobban szeretem ezeket az izgőmozgó gyerekeket, és ha bármilyen sportág választó van, akinek nincs labdaérzéke, aki nem szeret futni, aki nagyon-nagyon nem tud megülni a fenekén, és pisztergálja a szomszédját az iskolába, vagy ezeket az izgő mozgó gyerekeket szeretem én inkább jobban, mert ő belőlük lesznek az igazi harcosok, egy kicsit kell megcsiszolni őket, és utána ők lesznek a legjobb szívvel megáldott versenyzőink. A karate több, mint egy sport. Fontosabb a jellemfejlesztő tulajdonsága, amelyet bármely életkorban hasznosítani tud az ember. Igazából valójában a karate az nem csak sport, itt gyakorlatilag nem játszunk, hanem felkészülünk az életre. Tehát ezt a gyerekek talán annyira nem tudják, a szülők inkább, illetőleg akik már régebb óta ide járnak hozzánk, azokkal már vagyunk olyan viszonyban, hogy edzőtáborokban vagy más rendezvényeken, ahol szoktunk beszélgetni,
azért nem csak a sorok közt, hanem konkrét mondatokban is azért már ők is tudják, hogy ez a karate, amit Ázsiában, Japánban hoztak létre, ez valójában mindenkit a mozgáson, a sporton keresztül az életre tanít. Tehát aki megtanul küzdeni, aki megtanulja először saját magát legyőzni, a saját fáradtságait, a saját izzadságán keresztül, azt a későbbi életben, akár a tanulásban lesz olyan szorgalma, hogy sose fogja feladni. És hát, ahogy mondják, nem az a nagybajnok, aki sose kerül padlóra, hanem az, aki mindig fel tud állni. És ez sokszor nem csak a tanulásnál, hanem később a munkahelyen, akár a családalapításnál is meg tud jelenni ez a dolog. A stílus alapító nagymesterünk, a Gicsin Funakoshi Sensei, ő is a fő-fő mondata az volt, hogy a karate célja nem a győzelem vagy a vereség eldöntése, hanem a gyakorlatok tökéletesítése és a jellem fejlesztése. És a karaténak a fogalmát is 5 pontban definiált, ez pedig a becsület, a jellem, az akarat, az önuralom és a tisztelet. Tehát mi igyekszünk ezek a fogalmak szerint nevelni a gyerekeket, és hát ahogy szándékomban áll, nem csak az edzőtermen belül kell ezeket a dolgokat így megélni, hanem az edzőtermen kívül is. A sikerek tekintetében szerényen nyilatkozott az egyesület vezetője. Hát a legnagyobb siker, lehet, hogy nem ezt várják, nekem az a legnagyobb siker, amikor van egy iszonyatosan rossz gyerek, és az hosszú-hosszú éveket itt letölt nálunk, és lesz belőle egy teljesen normális állampolgár, aki hasznos tagja a magyar hazának, hogy ilyen kifejezéseket is használják, ez a legnagyobb öröm. Tehát volt nálunk, akik hátrányos helyzetű volt, halmozottan hátrányos helyzetű volt, akár a nemzetiségéből, vagy a bőrszínéből adódóan, és hogyha ez az illető itt eltölt velünk 7-8 évet, és utána ez az illető rendőri végzettséggel tud munkát vállalni, ez a legnagyobb siker. Tehát vannak erkölcsi sikereink, én ezeknek belül sokkal jobban örülök, hogy sikerült valakit a karate sporton keresztül, vagy a karate eszméjén keresztül felkarolni, felemelni, és nem kallódott el, nem tudta lehúzni az a közeg, az a társadalmi környezet, amiben beleszületett, hanem ebből ki tudott lépni, ki tudott törni akár a sporton keresztül. Viszont köztudott az, hogy a gyerekeknek szüksége van a versenyzésből adódó sikerélményre. Ez egyfajta kontroll is, ez egyfajta visszajelzés, hogyha valaki belenéz a tükörbe, akkor tudja azt, hogy hol tart. Mert az, hogy egyesületen belül, hogy hol tart, hogy ügyesebb vagy kevésbé ügyes, azt is nagyjából érezni, de az igazi megmérettetés az az, hogyha elmegyünk versenyekre, és ott a hasonló egyesületekben, hasonló körülmények között versenyző korosztállyal mérettetjük meg magunkat. A versenyzésben is vannak nagyon nagy sikerélményeink, fel sem tudnám sorolni, de csak az érzékeltetés kedvéért, hogy például a tavaly évben 19 versenyen vettünk részt, ebben volt Európa-bajnokság Montenegróba, tengerparti bárba, és voltunk Csehországban, Karlovy Varyban világbajnokságon, de természetesen ugye az országos diákolimpiának is voltak résztvevői az egyesületünkből, ott is lett országos bajnokunk, lettek érmeseink, tehát egy országos diákolimpián ez hatalmas nagy fegyverténynek számít. Az országos bajnokságon is 11 magyar bajnokunk lett a tavalyi évben, és hát a tavalyi Európa-bajnokságon aranyérmet ugyan nem sikerült szerezni, de 6 ezüst és 6 bronzérmet az utánpótlás kategóriában szereztünk. A világbajnokságon pedig 2 ezüst és 2 bronzérmet. Szabó Csaba társadalmi munkáját nemrégiben országos szinten is elismerték. Van egy országos Magyar Karate Szövetség, akihez becsatlakoztak ugye a magyarországi egyesületek, és ennek a Magyar Karate Szövetségnek volt a Stefánia Palotában Budapesten egy országos díjátadó gálája, és itt ért az a megtiszteltetés, hogy engem is hívtak. Részben gondolom az edzői múltamból adódik, részben a tanítványoknak a teljesítményéből adódik, és hát a veterán versenyeken én is el szoktam indulni, és hát ott is mint személyes példamutatással lépek fel, és ott is több érmem van, akár világbajnokságon és Európa-bajnokságon is, aranyérmet még nem sikerült szerezni, de ezüst és bronzérmeim nekem is vannak, és szerintem ezt így egybe, hogyha vették, akkor a mérlegelés folyamán
érdemesnek találtak arra, hogy akkor én is ezen a díjátadó gálán kaptam egy elismerést. A karatesuli három kategóriában tart edzéseket, kezdő, középhaladó és haladó szinten. Mint az már elhangzott korábban, nem feltétlen az érmek gyűjtése a fontos, hanem hogy a sportolók saját magukhoz képest egyre jobbak, magabiztosabbak legyenek.